Köszöntöm Önöket! 2021. február 26-án, 71 éves korában elhunyt Schnell György, az Esztergom budapesti főegyház megye segédpüspöke, a Szent István Bazilika plébánosa. Schnell György 1949. március 8-án született Kiskirályságon, a mai Eperjesen. Felsőfokú tanulmányait a központi szemináriumban és az egri érseki papnevelő intézetben végezte. 1972-ben szentelték pappá Egerben. 1988-tól a Rákoskeresztúri Szent Kereszt Egyházközség plébánosaként tevékenykedett. Emellett 2004 és 2006 között ezt a tisztséget Rákosligeten is betöltötte. Schnell György templomot épített a Madárdombon, valamint a rendszerváltozás után jelentős szerepe volt a Pál apostol általános iskola és gimnázium létrehozásában. Schnell Györgyre a vele 2011-ben készült portrébeszélgetés levetítésével emlékezünk. Amikor én megszülettem, Gádoros egy nagy község volt Békés megyében. Az úttest egyik oldala még Gádoros volt és Békés megye, az úttest másik oldala akkor kezdett beépülni, és az még Csongrád megye volt és Kiskirályság és Tanya. Apám, mikor hazaérkezett a háborúból, illetve a fogságból, négy évi orosz fogságból, ott épített azon az oldalon. Így születtem én már abban a házban, otthon 49-ben. Kiskirályságon. Ami érdekesség, ez a település fönnállt legalább másfél évig. Ennyi volt az egész Kiskirályság léte. Aztán hozzácsatolták egyik részét a ma meglévő Eperjeshez, és az Csongrád megye, a másik részét pedig Gádoroshoz, és ma az a falunak a legnagyobb utcája, és leghosszabb, és jobbra-balra a település, körülbelül ugyanakkor az utca, a falu közepén, egy ilyen 6000-es nagy község, most akkor volt 10 is, mikor én gyerek voltam, nagyon sokan éltek ott, lassan ugye, mint a legtöbb falu néptelenedik. Ami érdekesség ennek a Kiskirályságnak, említem, egy tanyai iskolája volt neki, és ugyan Gádorosról valamikor nagyon régen, a 19. század, 20. század fordulója körül volt egy Vida nevezetű, odavaló, onnan származó pap, de Sluszpasz Gádorosról, hát Gádorosról, hát Eperjesről, vagy éppen Kiskirályságról, mindegy, minek nevezem, tehát ami egyidejűleg Kiskirályság volt az én születésemkor, az alatt a másfél év alatt három fiú született, és mind a három pap lett. Ez egyenesen komikus, egy meglehetősen vallástalan vidéken. Na most a gyerekkorom az, azt kell mondanom, hogy igen, tarka volt. Igazából nagyon szép volt, mert nagyszerű szüleim voltak. Apám szabómester volt, anyám meg női szabó, együtt dolgoztak, csak hát nagyon keveset éltek együtt, mert ugye alig ment férjhöz az anyám. Két évvel később behívták apámat katonának, aztán orosz fogságba esett. Még alig hívták be a katonának, akkor született meg a nővérem. Aztán miután hazajött a fogságból, utána születtem én, tehát 5 év van kettőnk között. És utána újabb talán, hát 6 évet élt még az apám, és leukémiában meghalt. Tehát összesen összehagyjuk, talán 15 évet éltek együtt papíron, és 11-et valóságosan anyámmal. Nagyon-nagyon szerették egymást. Jelzi, hogy apám halála után anyám még 40 évet élt, de végig tényleg nem csak, hogy özvegyek volt, hanem gyászolta az apámat. Nagyon szerették egymást mindig. Nagyon szegények voltunk apám halála után, pedig addig, azt hiszem, addig a falu leggazdagabb embere volt, nagyon jó menő ipara volt. Az is egy móka, hogy a mostani plébániámnak a belvárosi kerületben, ugye itt a 5. kerületben a Vadász utca, onnan nyílik az Arany János utcai megállójából a metrónak, ott volt apámnak egy szabó szalonja legénykorában, 31 éves korában nősült, meg akkor költözött haza a faluba, egyébként odavaló volt eredetileg is.
Na most az ő halála után tényleg szegények voltunk, de drága anyánk az tényleg mindent megadott nekünk, de a legtöbbet, amit adhatott, hogy éjjel és nappal föltétel nélkül állt rendelkezésünkre, és bár szegények voltunk, mi ebből sose éreztünk semmi, mert igen nagy volt a szeretet a családban. Aztán nővérem férjhez ment, én közben gimnazista voltam még akkor, gimnázium után egyenes úton vezetett a Központi Hittudományi Akadémiára ide Budapestre, onnantól kezdve az életem Budapesthez kötődik. Első állomás helyen változatosság kedvéért 1972-ben, amikor húsvétkor pappá szenteltek, harmadikán, 15-ében nekem már Rákoskeresztúra szólt a kinevezésem káplánnak. Kicsit ott voltam, utána elhelyeztek 3 évre vidékre, Kiskunlacházba Peregen voltam, majd újra visszaküldtek Rákoskeresztúrra, és 75. augusztus 1-től 2008. augusztus 1-ig pontosan napra 33 évet Keresztúron éltem. A 70-es évek közepére tevődik Rákoskeresztúrnak a megújulása. Rendes, szép kis rócskaparasztházak voltak, ami igazából nagyon sok megérett arra, hogy lebontsák, de hát azért az együtt félelmetes volt, és pláne lelkipásztori szempontból rettenetes nehéz idők voltak. Volt, amikor elnéptelenedett ilyen szempontból Keresztúr, mert az ottani őslakosok zöme, hát akik magyarok voltak, azok éppen kertes házban laktak, ezekben a kis, hosszú házikokban rendszerint az ősi lakosság, ott Keresztúron csak tótoknak mondták őket, nemes egyszerűség, nem szabad ilyet mondani, ma pedig hát ők maguk is annak mondták magukat, és ők voltak a katolikusok. A német falu, arra az evangélikus templom, mind gazdaházak voltak, és azok német emberek voltak, és evangélikusok. Na most, ezekkel a katolikusokkal kezdődött a kitelepítés, és volt olyan időszak, hogy állítom, hogy nem volt csak az akadémia telepen katolikus, az egész központban egy darab katolikus nem volt, le volt vontva minden, és egyedül a templom állt. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog volt, és utána, hogy kezdtek beépülni, és jöttek az első lakók, mindent megtettünk azért, hogy próbáljuk őket valahogyan megfogni. Nagy szerencse volt a mostani, a másik oldalon, tehát ahol a régi busz végállomások voltak, ott is van 6-10 emeletes ház. Na, azoknak a lakói között rengeteg volt, aki a friss bontású belvárosból kerültek át oda, és az új lakókkal nagyon gyorsan összebarátkoztak, és beindult nagyon szépen a vallási élet is. De hát igazából borzasztó nehéz mit kezdeni egy gyökértelen közösséggel. Én állandóan mesekedem, hogy értsen meg, hogy maga nem 17 kerületi lakó. Mi az, hogy 17 kerület? Ez csak a legfeljebb 17-dik, de ez különben is, ez egy konkrét település, úgy hívják, hogy Rákoskeresztúr. Mert itt van mellette Ligethegy, Csaba, meg minden már. Szokjuk meg, ez egy ősrégi település, árpádkori település, árpádkori templomának megvannak a rajzai, a földön is, meg mindenütt. Tehát ez egy nagyon régi település, és tessék beépülni, hogy keresztúri lakos. És valahogy mindig több embert sikerült beilleszteni az egyházba is. Nagyon sokan éppen a katolikus vallásuk miatt lettek tényleg keresztúrivá, tehát egy nagyobb közösségé. És hát utána azért beindult minden, és hogy egyre többen lettek, hát azért úgy szépen mentek a dolgok. És elmerem mondani, hogy amikor eljöttem, legalábbis úgy érzem, hogy Budapestnek egy nagyon jó plébániája volt a 17. kerületben Rákoskeresztúr.
A rendszerváltozás után, 89-ben azért ezek megnyíltak, de hát azért nagyon rendes volt ám ott az önkormányzat, és örökre hálás vagyok nekik, pedig még azt is el kell mondanom, hogy ez is egy nagyon fura sajátosság, országban sem volt talán másmilyen, mert MDF-SDS koalíció vezetett. MDF-SDS, aztán később ez egy tűz és víz volt, de akkor ezek vezették a kerületet, ilyen koalíció volt, és rövid, egy nem tudom, hogy talán Léránt Istvánnak hívták, az első polgármestert a rendszerváltozás után, de ő elég hamar beteg lett, vagy mit tudom én, mit csináltam. A lényeg az, hogy helyette utána Kátai Péter jött, aki SZDSZ-es volt, viszont az ő Rákoskerti volt, neki a lányát is tanítottam, hittarra, meg egyéb, és egyre több olyan jó kapcsolat indult el ott, hogy mikor fölmerült a lehetőség, hogy előbb-utóbb lehet visszaállítani egyházi iskolákat, hát Keresztúron volt régen egyházi iskola. Én rögtön közöltem, hogy ebben rögtön partner leszek, mihelyt el lehet indítani. Na most annyira mókás, hogy próbáltunk protestáns lelkészekkel, főképp a Kósa Lacival, evangélikus lelkészsel, tiszteletes úrral, meg a reformátussal, de hát végül is katolikus iskola lett belőle, de a lényeg az, hogy ami igazán érdekes volt, hogy nem is úgy indultunk el, mint a legtöbb iskola, hogy egy iskolát átvett az egyház. Mi az önkormányzat segítségével megtettük azt, hogy első osztályokat indítottunk csak. Igaz, akkor még az azt hiszem három katolikus, meg egy református evangélikus megyes osztály indult, és egy régi óvoda épületet az önkormányzat igazított át. Ugye a Lila óvodának hívták azt In illo tempore, és ott indult el a pálapostól. Aztán ahogy bővült, mindig újabb és újabb kirándulásaink voltak. Mentünk a régi katolikus iskolába, ami most a Körösi Csomának egyikre fehér iskola. Aztán utána mentünk a régi evangélikus iskolába, ami most nem is iskola, csak zeneiskolai rész van ott, meg önkormányzatok vannak, azt hiszem szlovák önkormányzat, cigány, meg ilyesmik. Akkor ott voltunk évekig, még végül aztán a mostani iskola épületünket is megkaptuk. De ezt vállaltam, hogy ahogy bővül, mindig hurcolgodunk tovább, és így nem volt semmi feszültség, mint annyi más helyen, ahol tényleg cirkuszok voltak mindig az állami, meg az egyházi hatóságok, meg az iskolák között is. Ez roppant békésen ment az egész, és azt hiszem, hogy ma is így van. Hát nem hiszem, hogy az egyháznak az lenne a célja, hogy békétlenséget szítson, sokkal inkább hát a lényege a szeretetnek a megélése és továbbadása. Ahogy bővült az egész városrész Keresztúr is, így aztán a Szent Pál templom is már régen fölvetődött, hogy kellene, már az 50-es években az akadémia telepen, az 525 téren volt is egy terület, ami ki volt jelölve templom céljaira. Hogy mi lett azzal, nem tudom, nem tudtunk a nyomára akadni, de mindegy is. Aztán az akkori önkormányzatnak a segítségével egy KDNP-s Jézusom, milyen Géza bácsi volt, egy állatorvos volt, nem jut eszembe hirtelen a neve, öreg vagyok, bár nevek kiesnek néha, meg miután, hogy előkerültem, onnan az rengeteg új nevet tanultam meg, néha elemi nevek nem ugranak be, pedig biztos, hogy nagyon jól ismertem a Géza bácsit, akadémia telepen lakott, és annak a környéknek ő volt a helyi képviselője. És vele egyeztetve egyeztünk meg azon a helyen, ahol ma fölépült a Szent Pál templom. Nem volt könnyű, mert akkor már az SZDSZ nem volt olyan nyájas, mint a kezdeti időszakban. Akkor muszáj elmondanom egy mókás történetet belőle. Nem felejtem el, hogy január első hetében volt egy olyan döntő önkormányzati ülés, ahol eldöntötték, hogy a telket az egyháznak adják 100 forint dísz, tehát ilyen névérté, vagy hogy mondják, nem ajándékozzák, hanem eladják 100 forintért azt a területet, hogy a tulajdonjog az egyházé legyen. Na most az SZDSZ az rettentő kapálózott ellene, hogy legyen benne, hogy az micsoda nagyértékű telek.
Aztán valakit felszólalt a képviselők közül, hogy képviselőtársa még nem volt, de most nemrég volt karácsony, vagy mondja, persze, hogy volt, és ajándékok voltak alatt, tehát persze, hogy voltak, és rá volt írva mindre, hogy mennyibe került. Hát aztán kicsit úgy elszégyelte magát, aztán mentünk tovább, de aztán újra visszatért, hogy de hát azt mégiscsak oda kéne írni, hogy micsoda értékű az a telek, ilyen, nem, az jobbra, még meguntam az egészet, és jelentkeztem szólásra, és mondtam, hogy nézzék, én azt sem bánom, ha nem adnak telket, akkor nem lesz templom, ezek az emberek nem csak az enyémek, ezek a kerület lakói, az ő igényük, nem, minden hülyeségre adnak helyet, meg egyéb templom, nem tudom, más, egy kihirdetem a híveimnek, hogy nem adnak telket. Kész. De mondom, ha mégis, és annyira akarják, hát rendben van, írják rá, hogy mennyi az értéke, de ahhoz is ragaszkodom, akkor azt is írják oda, hogy a nagy lelkűségüket mennyiben ellensúlyozza az, hogy az egész Strázsahegy, az az egész 97 katasztrális hold a Rákoskeresztúri plébános javadalmi földjei voltak az utolsó négyzetcentig, amiért az egyház egy huncut kanyit nem kapott. És abban most milliárdokat jövedelmez az önkormányzatnak, akkor azt is jutjuk pontosan oda, hogy ennek ellenértékeként adják a 10 milliós telket. Mert akkor kb. Annyit ért, emezzék meg már akkor milliárdot. Akkor rendben van, akkor vállalom, de benne legyen mind a kettő, hogy nagy lelkűségben meghasadjonak már, hogy ilyen nagyon nagy lelkűek voltak. És akkor jót röhögött mindenki rajta, aztán az SZDSZ-es kolléga elállt tőle, és nem bánta, ha nem volt beleírva egyik. Aztán elindult a templomépítés, eleinte elég sok nehézség volt, ott a gyerekek runnak használták, ugye ott fociztak, meg egyéb, tiltakoztak, hát tiltakozzanak, hát már valamit beépítenek, akkor tiltakozhatnak. De aztán utána nem volt semmi probléma, és ahogy egyre jobban elkészült a templom, előbb csak az altemplom, mert akkor kezdtek szépen járni oda, utána még nagyon szépen, nagyon sokan beépültek ott az egyházközségbe, olyanok is, akik ha ott nem lett volna templom, akkor valóban valószínű vissza nem jártak volna már, ahol korábban esetleg gyakorolták a vallásukat, lassan elmaradtak volna, így meg ott volt a lehetőség. Sok örömem volt benne, az egy szép templom, ma is büszke vagyok rá, innen, ugye hát a Bukta Norbert neve azt hiszem ismerős, a Bérma fiam egyébként, a Norbi festő művész, végül is a belső berendezése, meg ilyesmi, azok az ő dolgai voltak, meg hát az alsó templomban az a hatalmas szentély rész, ami mozaik az egész, azt is ő csinálta. Nagyon-nagyon sok munkája van benne, művészeket ő szerezte be a szobrokhoz, mindenhez, és ugye majdnem a Képzőművészeti Egyetemről rengetegen mennek ki megnézni, mert azt mondják, hogy a 20.-21. században akárhány új templom épült, mindegyik olyan volt, hogy volt benne egy csomó új elem a régiekhez képest, azonban belerakták szépen a régi barokk szobrokat, festett figurákat, gipszből, meg minden más egyéb, ebben viszont bár enyhén szóval hagyományos az templom formája, és mégis modern, és benne minden, de minden összhangban van vele. És ez tényleg így van, úgyhogy azt mondják, hogy a századnak a eddigi legszebb temploma. Csak a szépre emlékezem. Nagyon sok keresztem volt, a sok nehézségem, de valahogy mindig úgy éreztem, hogy ez hozzá tartozik ahhoz, hogy pap vagyok, meg kell mindenért küzdeni, ahogy Pál apostol is mindenért megküzdött, de nagyon-nagyon sok lelki örömem és nagyon sok papi örömem volt. Nem is tudnék mit mondani, mit mondjak, az iskola, a templomépítés, a hivatások, akik onnan kikerültek papok, mind-mind-mind rengeteg örömet szerzett, úgyhogy én azért annyit elmerek mondani itt a Szent István Bazilikának a plébániáján, remélem itt kevesen fogják hallani majd a tévében, mert nem hallhatják, de ezt azért el szoktam mondani máskor is, hogy ugyan már negyedik év vagyok a Bazilika plébánosa, és nagyon szeretem itt is a híveimet, épp úgy, mint Keresztúron, semmi bajunk nincs egymással, tőlük is igen sok kedvességet, figyelmet, szeretetet kapok, de én azt hiszem, hogy én örökre ott vesztem Keresztúron. Én nekem ma is, ha ritkán szoktam hál' Isten álmodni, de én még álmomban mindig Keresztúron voltam. Ez kitörülhetetlen belőlem. Egy élet telt ott el, öreg emberként 60 évesen jöttem el ide, hát mit tud akkor az ember? Sokszor kérdik is itt, hogy milyen elképzeléseim, vágyaim, törekvéseim vannak. Nekem nagyon nagy célom van, szeretnék üdvözülni.
ugyanúgy van, mint Keresztúron az EKIF igazgatóság. Tulajdonképpen az is egy nagy örömem, mert mégis hát a Főegyházmegye összes intézménye, amik az egyházmegyéi, és ez egy nagy felelősség, mert én évi 2,5 milliárdos költségvetéssel dolgozunk, annak egy személyi felelőse vagyok. Nagyon nagy dolog, de viszont örömmel látom, hogy az iskoláink épülnek, szépülnek, és mind teli vannak, és jól mennek. Ennyit az iskolákról. Na most itt a lelkipásztorkodás teljesen más. Egyrészt itt azért nem ketten vagyunk, bár hivatalosan most, ha jól megnézzük, ketten, valójában csak négyen vagyunk, még pár hónappal ezelőtt hivatalosan is négyen voltunk. A papi munka ugyanakkor is szerintem lényegesen kevesebb. Pont azért, mert nem tudom, van-e itt 1000 katolikus a plébániám területén, azok is mondom, átlag életkora 80 éves. Azonban itt teljesen más dolog, de rengeteg esküvő van például. Hát a bazilika vonzza az embereket, azt a sok esküvőst föl kell készíteni, meg kell esketni. Most rengeteg keresztelünk van, mert számtalan sok emberek, akit megeskedtük, megbarátkozunk velük, és gyerekeiket visszahozzák keresztelni. Itt mondom, temetés, az is szinte mókás, hogy tavaly felolvastam a hirdetésben szilveszterkor, hogy a legfiatalabb halottunk, aki meghalt, egy 58 éves asszony volt. Ez a legfiatalabb. És 3 volt, aki 100 év fölötti volt. Tehát itt soká élnek az emberek, és csak idős emberek halnak, hál' Isten, és így se sok halottunk van. Ezzel szemben keresztelünk több száz esküvő, és 100 fölött szokott lenni általában. Tehát ezek mind nagyon szép statisztikák, csak fájdalom, hogy nem föltétel a mi híveink. De azért még azt sem mondhatom, hogy nem mutat jól. A vasárnapi 10-es misén is azért mindig teli van a bazilika. Örömmel látom a híveket. Tehát tulajdonképpen ez ugyanúgy működik, mint minden székesegyház vagy bazilika. Nem egy plébániának a közössége, hanem ez tulajdonképpen egy fővárosnak egy olyan fókusza, ahova aki tehet időről időre elmegy. Itt a fix közönség vasárnap szerintem 20%-a az itt lévő, 80% vagy innen-onnan állandóan ide jár, nem adja alá, mint hogy a bazilikába jár misére, vagy turista, vagy vendég, vagy akármi, de az állandó, az, aki ide való, talán 20%-a mise látogatóknak. Mostani fiataloknak azt üzenem, hogy ne hagyják el az Úristent, mert a mai világban még sokkal nagyobb szükség van egy fix pontra, mint valaha. És ugyanakkor az egyház éppen azt szeretné megmutatni, hogy van fogózója a mai embernek is. Rettenetes nagy baj az, hogy ma a vélemények sokféleségében az emberek sokszor elvesznek. És én merem mondani, hogy ennek az országnak, hogyha történetesen hívő emberek lakják, jó családjaik lesznek, akkor jövője van. Már sokszor elmondtam, hogy szinte veszőparipám volt, hogy a római birodalmat soha senki nem verte szét, nem győzte le senki. A család életeik tönkrementek, fölbomlottak, és elvesztették a hitüket. Az önmagától pusztulásra ítélte a római birodalmat. Ez Európára is ez vár, hogyha nem azonosul a régi hitével, nem tér vissza a hitéhez, és a családi életek fölbomlanak. Én nem ismerem Amerikát, de ezer embertől hallottam, akik sokat jártak ott, hogy sokkal műveletlenebbek, primitívebbek, mint az európaiak, de nagyon erősek a családok, és az emberek vallásosan élnek. Ez tetszik, nem tetszik az embert, Isten religiózusnak, homo religiózának teremtette, tehát vallásos teremtménye az ember Istennek. Ha nem kötődik a teremtőjéhez, akkor olyan asztal, amire nem lehet énnivalót tenni, nem lehet rajta írni, nem lehet mellé ülni, nem felel meg a rendeltetésének. Az ember is, ha nem kötődik, a religere, a religió annyit jelent, hogy vallás, a religere újra meg újra hozzá kötődni Istenhez. Ha nem kötődik hozzá, és nem abból él, elveszett.
És ezt előbb-utóbb, ha az emberiség nem látja be, el fog veszni. Ezt mondja az egyház 2000 éve, és az egyháznak is azért üzenem a fiataloknak, hogy éljenek a hitük szerint, mert az egyháznak meg akkor van hitele, hogyha a hívő emberek szeretetet élnek egymás között, gyakorolják a szeretetet egymás iránt, és megmutatják azt a csodálatos perspektívát, amit csak a keresztény ember mutathat meg. Az egyház szent, mert Krisztus misztikus teste. A fő Krisztus szent, akkor mi a tagok is tulajdonképpen, amennyiben hozzánk kötődünk, szentségre vagyunk meghívva. Az Úr Jézus, hogy a szent az jelentik, amint a ti mennyei atyátok is szent. Megint csak mit jelent, amit az előbb mondtam, megpróbálni egész szívvel az evangélium szerint élni, hitben, szeretetben, és szentnek azt mondjuk, aki ebben jeleskedik. Azok a szentek, akiket ünneplünk minden szentekkor, éppen ezek a szentek, mert egyébként a szentjavatott szenteknek az év valamelyik napján van külön ünnepük. Szent István királynak, Szent János apostolnak, Szent Péternek, Szent Pálnak, stb. Azonban azok, akik ugyan üdvösségre jutottak, mert szentek voltak a szó bibliai értelmében, kiváló keresztények, azokat együtt ünnepli az egyház éppen minden szentekkor. Ez a győztes egyház, a célba ért egyház, az üdvözlőt egyház. Hát én azt hiszem, hogy minden szentek éppen ezért valóban egy örömünnep, mert azokat ünnepeljük, akik már célba értek, és az Úristennél az üdvösségen vannak. Halottak napja tulajdonképpen, hogy ezt úgy szólt, még a küzdőegyház. Mi vagyunk, akik megyünk arra felé, és megemlékezünk azokról, akik már meghaltak, de nem tudjuk, hogy üdvözültek-e, vagy mi lett velük. Éppen ezért imádkozunk, értük mi a küzdőegyház, hogy mielőbb az örök boldogság legyen az osztály részük. Tehát a halottak napja, halottak az emlékezés, az az imádság ideje, amikor könyörgünk azokért, akik már elmentek, előttünk jártak, és szeretnénk majd odát találkoznunk.